Különösen veszélyes a közlekedés a reggeli és az esti órákban, amikor a sűrűköd miatt alig lehet néhány méterre ellátni. Vajdaság legtöbb települését az utóbbi napokban tartósan szürke takaró borította. Egy anticiklon alakult ki Közép-Európa, illetve a térségünk fölött. Ennek a fő oka az, hogy az óceán felett a ciklon tevékenység nagyon legyengült. Ilyenkor erősödik a kontinentális hatású anticiklon terjedése, és mivel ő erősödik, egyáltalán a leszálló légmozgások jönnek létre, ami a mi egészségünk szemszögében nem a legjobb, ugyanis az a szennyezett levegő, ami a sok fűtés és kipufogó gázok miatt jelentkezik, valójában ez megmarad, mert nincs elegendő légmozgás, nincs erősebb szél, lökés, amely ezt ugye kitisztítaná. A szakértők szerint jövő hét derekától enyhül a köd, és csapadékot is jósolnak. A fűtési szezon végét egyelőre nehéz megítélni, szakemberek szerint április elejére várható. Nagyon nehéz megítélni, az biztos, hogy valószínűsíthető, hogy december vége, január közepéig tartó időszakban, tehát akkor egy-két hidegebb hullám biztos lesz. Most, hogy ez az egész tél valójában enyhe lesz, ez nagyon-nagyon messze van. Valószínűleg azonban nagyon kemény, nagyon hosszú ideig tartó tél minden bizonyan nem lesz. Az elmúlt évekhez képest a február, az október és a november átlagon aluli hőmérsékletet mutat, míg a többi hónap túlhaladja az átlagot.